pályaudvar kapuján két magas termetű nyúlánk fiatalember lépett ki az állomás előtti térre. A következő pillanatban megismertem őket. A vas fiúk. Együtt mentünk be a városba. Az enyhe júniusi délutánban valami nagyon kedves érzés volt az. A gimnáziumban elválhatatlanok voltunk. Érettségi óta 4 esztendeje nem láttam őket, külföldön tanultak. Nagyon megörültek a találkozásnak. Az arcuk még nem férfiasodott meg végképp. Finom orrukon, a mozgékony, okos szemükön a későn érő intelligens emberfajták karaktere. Modorukban ugyanaz a világfia szívesség és kedvesség, amely annyira szokatlan volt a gimnáziumban, s mégis mindenkinek tetszett. Gyalogolva haladtunk végig a főutcán és a főtéren. Siettek. 2 óra múlva tovább kellett utazniok. Tulajdonképpen csak a varázsló kertjét jöttünk megnézni, szólt az idősebb vasfiú. A varázsló kertjét? Hol van az? Kérdeztem. Igaz, te ezt nem tudod. Persze, akkor nem mondottuk el senkinek a dolgot. Majd meglátod. Eljössz velünk, ugye? Nincs messze. A főtér felől a templomnak tartottunk. Végig haladtunk a parkon. Az öreg gimnáziumi hittanárunk ott ült a rendes padján, egy könyv olvasásába merülve. Köszöntünk neki. Barátságosan integetett. Aztán megkerültük a templomot. A fiúk egy vak utcába vezettek, amelyről eddig semmit sem tudtam. Az utca szűk volt, és körülbelül 200 lépés hosszú. Sajátságos. Ilyen házakat, mint itt, soha se láttam a városban. Alacsonyak és kezdetlegesek voltak, de vagy az ablakok hajlásában, vagy a kapuk faragásában és formájában volt valami ústi. Az utcán padokon és székeken öreg emberek és bánatos arcú sápadtasszonyok ültek, apró lányok söpörték és öntözték a földet. Kocsikeréknek nyoma se látszott. Az utolsó ház előtt állapodtunk meg, azaz tulajdonképpen ház nem is látszott, csak kerítés. Festetlen, magas fakerítés, olyan sűrű, hogy a kezet rajta bedugni nem lehetett, és egészen közel kellett hajolni, hogy az ember megláthassa, mi van mögötte. Kábító virágillat csapott meg. A kerítés megett kert volt, nem nagyobb, mint egy kis szoba. A talaja körülbelül a derekunk magasságáig fel volt töltve. És tele az egész kert virággal. Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú szárú kürt alakú virágok, amelyek szirmai, mintha fekete bársonyból volnának. A sarokban liliombokor, óriási kejhű fehér liliomokkal megrakodva. Mindenütt elszórva alacsony, vékony szárú fehér virágok, amelyeknek egy szirma, csak egy szirma, gyenge piros színű volt. Úgy tetszett, hogy ezek bocsátják azt az ismeretlen, édes illatot, amelyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a lélegzete. A kert közepén egy csomó bíborpiros, kövér virág terpeszkedett. Húsos, sejmes fényű szirmaik hosszan lógtak le egészen a magasra nőtt, harakos zöld színű fűbe. Mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a kis csodakert. Közvetlen előttem a nőszirom lila virágai nyíltak. Százféle virágillat tevődött össze a bódító szagában, s a szivárvány minden színét megtalálhattad a virágok színében. A kert végében, a kerítéssel szemben egy kis ház gubbaszkodott. Zöld zsalus két ablaka mindjárt a földszint magasságára nyílott. Ajtót nem lehetett látni. A háztető az ablakok felett mindjárt összehajlott. Nagy padlásnak kellett ott lenni. Közvetlenül az ablakok előtt kék szegfűket fedeztem fel. Vagy 4 percig némán bámultuk ezt a 10 négyszögméternyi kis csodabirodalmat. Látod? Ez a varázsló kertje, mondotta a fiatalabbik vas. És ott a házban lakik a varázsló, folytatta a másik. És ott laknak a rablók is. Kicsoda? Kérdeztem. A rablók? A varázsló tanítványai és rabszolgái. Ők kimennek rabolni a városba, ilyenkor mennek ki föld alatti utakon. A templompadláson bukkannak föl, és a torony kötélen ereszkednek le. Barna köpenyük alatt egy kis olajlámpát rejtegetnek, és övükre akasztva állarcot, tőrüket, pisztolyokat visznek. Csendesen lopoznak be a házakba, vagy az ablakokon másznak be. Kis csákányaikkal pár pillanat alatt felkapaszkodnak az emeletes házak szobáinak nyitva hagyott sötét ablakain, és azután gyorsan a szekrényekbe bújnak. Senki, aki a házban lakik, észre nem veszi őket.
És akkor már elhelyezkednek a ruhák és katuják között. Meggyújtják kis lámpásaikat, és nesztelenül várnak. Várnak, míg mindenki le nem fekszik, és akkor kibújnak, végigjárják a szobákat, feltörik a zárakat, levágják a gyerekek fejét, és tőrüket otthagyják az apák szívében, és elviszik a kincseiket a varázslónak. Mintha valami elfelejtett régi verset mondott volna fel a két fiú, úgy mondották el a varázsló barlangjának titkait. Ez alatt folyton néztük a kertet. Elképzeled most, mi van ott benn? Kérdezte a fiatalabb vas. A bátyja felelt helyettem. Itt a zsalus ablak megett van a rablók hálószobája. Alacsony, vakolt odú. A falon egy lámpás pislog, és jobbra-balra 6-6 szalmazsák a földön. Az egyik oldalon 6 rabló alszik összekuporodva, az arcukat se látni. A másik oldalon üres a 6 ágy. A rablók már a föld alatti utukon elindultak véres munkájukra. Amikor fölébrednek, 4 kézláb másznak ki a szobából, mert az alacsony helyen fölállani lehetetlen. A varázsló akkor enni ad nekik. Gonosz fekete szemével, mintha azt mondaná, egyetek, és hozzatok nekem sok kincset, aranyat, ezüstöt. A rablók friss békákat és gyíkokat esznek. Továbbá több éves cserebokarakat kapnak csemegéül, amelyek, mint befőtek, üvegekben állanak a varázsló kamrájában. Azután menniük kell. A varázsló pedig meggyújtja a lámpását, mely egy koponyában van elhelyezve, és virraszt a szobájában. Olvas, őrködik, nehogy baj érje a rablókat. Nehogy felébredjenek a kutyák vagy a gyerekek. És mikor keleten szürkülni kezd már az ég, akkor idejön, lefekszik a kertbe. És akkor minden virág leányá változik. Ő pedig hempereg a virágok között. Míg csak haza nem jönnek a rablók, és akkor átveszi a zsákmányt, elrakja a föld alatti raktáraiba, és aludni térnek mindannyian. És egész estig csendes, kihalt a ház. A szomszédok közül senki se tudja, hogy ki lakik itt. Néhány percig szótlanul néztük a varázsló kertjét. Akkor az egyik vasfiú hirtelen megnézte az óráját. 25 perc múlva indul a vonatunk, mondotta, és könnyen sóhajtott. Mennünk kell, mondta a másik. A keleti égen már látszottak a csillagok. Az utcában csend volt, mint a temetőben. Sehol egy élő lélek kívül. Visszaindultunk. Szótlanul haladtunk a templomig. A két vasfiú elmélázva nézett maga elé. Megkerültük a parkot. A kútnál 3 szolgáló lány húzta a vizet. Jókedvűen nevettek, csinosak voltak. A két fiú reájuk nevetett. A varázsló virágainak nyomasztó illata lassanként elszállt a mellükről. Egy bérkocsi haladt arra, füttyentettek. Mosolyogva búcsúztak, és könnyedén szökkett fel a kocsira. A kocsis a lovak közé csapott, és elrobogtak a villámfényes főutca felé.